Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt ül mellettem Vidó Attila, a Mi Hazánk rendvédelmi szakpolitikusa, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének volt alelnöke. Attilával már korábban is készítettünk videókat, főként a rendvédelem témakörében, és folytatjuk ezt a sorozatot. Ezúttal egy olyan témához nyúlunk hozzá, amelyről nagyon sokat beszéltek mostanában akár a médiában, a déli határ helyzete, illetve hogy ott hogyan viszonyulnak a migránsokhoz a különféle egységek. És ugyebár Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt felelte Novák Elődnek a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén, hogy azért nem lehet eljárást kezdeményezni a migránsokkal szemben, mert az pénzbe kerülne. Én azt gondolom, hogy legyen ez a kezdő felütése a beszélgetésnek, és kérdeznélek téged, Attila, hogy mit gondolsz erről? Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Hát nehéz erre mit mondani, hogy mit gondoljon az ember erről, az főleg szakmailag, amit az államtitkár úr, illetve a Kósa képviselő úr ezen a bizonyos ülésen elmondott, illetve utána még az államtitkár úr egy rádió műsorban is megismételte ezeket a szavait, hogy tisztában vannak ők is vele, hogy a határon milyen állapotok uralkodnak. Migráns hordák támadják már hónapok óta kőkeményen a magyar határt, illetve az ott szolgálatot teljesítő rendvédelmi szerveket. És az államtitkár úr, hát igen, ezt nyilatkozta ki, hogy hát azért nem történik az ő úgy elfogásuk, elfogják őket, és visszakísérik a határzáron túlra, mert hogyha a törvény szigorával lesújtanának rájuk, felelősségre vonnák őket, akkor ez mind a bíróságoknak nagyon sok pénzébe kerülne, hát utána meg, mivel hogy bűncselekményeket valósítanak meg, amit majd itt azért a BTK-ból egy-két sort szó szerint fogok idézni, akkor nagy valószínűséggel, hogy börtönbe is kéne őket zárni, és hogy ez milyen sok pénzbe kerülne a magyar államnak, meg hát, hogy a magyar, lehet, hogy nincs is annyi börtönhely jelen pillanatban Magyarországon, amennyire szükség lenne. Mert hogy itt már azért sok ezer, sok, sőt tízezes számban vannak ezek a támadó migránsok, akik a hazánk határait ostromolják, illetve az ott szolgáltott teljesítő rendőri erőket, határvadászokat és honvédeket. Mi ezt teljesen, a Mi Hazánk mozgalom, illetve a rendvédelmi kabinet, de ezt teljesen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy csupán azért, mert nincs hely a börtönökbe, nincs kapacitása a rendőrségnek, vagy a bíróságoknak erre, az ügyészségnek. Hát ez elfogadhatatlan. Igenis velük szembe is el kell járni a törvény teljes szigorával. És akkor egy-két dolgot azért innen idéznék a büntető törvénykönyvből, hogy mégis itt miről van szó. Tehát aki a Magyarország államhatár rendjét, védelmét biztosító létesítmény által védett területet, létesítménye keresztül jogosulatlan belép, büntette miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát ezek ezt mind megvalósítják. És akkor ezt még itt természetesen van ennek több paragrafusa a törvénynek. Mi van akkor, hogyha fegyveresen, felfegyverkezve, tömegesen, stb. Ez mind még halmozott dolog, tehát még több, még magasabb szabadságvesztést kéne rájuk kiszabni. És itt van ám olyan is írva, a harmadik bekezdésben konkrétan, hogyha ezt, és sajnos ezt napi szinten, és ezt az államtitkár úr is elismerte, napi szinten tapasztaljuk, hogy már felfegyverkezve, éppen volt egy ilyen eset, már nem is a határnál, hanem az M5-ös autópályán. Így van, így van. Felfegyverkezve csinálják meg ezt a cselekedetet, cselekményt, akkor 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát a Mi Hazánk mozgalom igenis követeli, és nem pluszt kérünk, csak a jelenlegi jogszabályokban rögzített dolgokat tartsák be. És egy másik nagyon fontos dolog, ami ellen nagyon sokan kormánypárti, hát a összeellenzékiekről nem is akarok inkább beszélni, ágálnak, ez a bizonyos fegyverhasználat. Hát álljon már meg a menet egy szóra. A fegyverhasználattal kapcsolatban is
Nem akarunk mi pluszt, csak azt akarjuk, ami a rendőrségi törvénybe le van írva. A rendőrségi törvény gyönyörű szépen leírja azt, hogy például egy rendőr, vagy most már egy határvadász, milyen esetben használhatja, és kell is, hogy használja a kényszerítő eszközét, és bizonyos esetekben igenis hozzá kell nyúlni ahhoz a bizonyos ülőfegyverhez. Ja, bocsánat, itt azzal az ellenvetéssel szoktak élni nagyon sokan, hogy ezt azért nem lehet megcsinálni, mert akkor a felzúdulás nemzetközi felzúdulás lenne, hogy annak beláthatatlan következményei volnának, stb. Stb. De arról kérdeznélek, hogy van-e működő gyakorlat, ilyen gyakorlat a világon, és vizsgáljuk meg, hogy ott mik erre a reakciók. Természetesen nagyon sok országban. Hát, mint jelen pillanatban Magyarország legnagyobb barátja Izraelbe, ezt a példát tudnám legjobban felhozni. Hát ott, ha valaki megközelíti... Bocsánat, azt azért tegyük hozzá, mielőtt félreértenék a nézők, a Magyarország legnagyobb barátja. Idézőjelben ugye ezt Orbán Viktor mondta, hát jelenlegi... tehát arra utalunk vissza, nehogy valaki be félreértés alakuljon ki, hogy hát tényleg így gondoljuk. Hát most a köztársasági elnök asszony is kint lát, nagyon nagy barátság van köztünk, és nagyon sok mindent példaként ők át szoktak venni az izraeli kormánytól. Hát ezt nem. Hát ezt pont nem vesszük át, amit lehet, hogy a legjobban át kellene, vagy ezt át kellene tőlük venni. Hát ott ez teljesen normális dolog, ott is van határkerítés, hát nem ilyen, mint a miénk, ennél egy kicsit sokkal komolyabb, és ott egyszer szokták általában figyelmeztetni azt az embert, aki azon jogosulatlanul át akar lépni, tehát nem az, hogy kátmászok a kerítésen, mint itt. Ott is vannak helyek, ahol át lehet menni, a határátkelő helyeken. Egyszer szokták figyelmeztetni. Nem mondom, hogy annyira humánus ez a dolog, de ott bevett szokás, hogy már másodikra lőnek. Arról meg nem is beszél, hogyha rátámadnak a határvédőre. Tehát a határőre, hol milyen rendvédelmi egységek őrzik a határt, van, ahol határőrök vannak, valahol a rendőrség látja el ezt a feladatot, mint még nálunk is sajnos, mert hogy a határőrséget nem állították fel, pedig az most is benne volt a programban. Jó is, hogy ezt mondod, mert ugye a határvadászokról is érdemes lenne pár szót említeni, hogy mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket ez az intézmény, ez az ötlet szerinted. Hát én ezt próbálom szakmailag megközelíteni. Én ugyan nem tudom, és nem akarom bántani a frissen felszerelt határvadászokat, akik most már szolgálatot teljesítenek a déli határszakaszon, illetve egy részén a keletinek is már. Én úgy gondolom, hogy elég nagy felelőtlenség volt az, hogy már a felvételi követelmények is az elmúlt 10 évben nagyon felhígultak. Tehát sokkal könnyebb volt felszerelni rendőrnek, tűzoltónak, büntetésvégrehajtási dolgozónak, és én úgy érzékelem, hogy ezen még mindig lazítottak. Különböző statisztikák jöttek ki, hogy így is milyen százalékban nem feleltek meg az emberek. Hát, és mondok megint egy példát, a példában mindig bele lehet akaszkodni. Én nem vagyok róla meggyőződve, és a saját magam példáját mondom, hogy egy 50 éves ember az alkalmas erre a feladatra. És vettek fel. Vettek föl. 50 évesen már az emberek elég sok baja van. Akinek nincs, az örüljön. Itt egészségügyi dolgokra gondolok. Tehát már a felvételnél ez történt. A másik nagyon fontos dolog, hogy van az, hogy egy rendőri járőrképzés az 10 hónap. 10 hónap. Itt pedig 4 hét volt a kiképzés. Tehát nem akarom őket megbántani, mert nem akarom tényleg, de én úgy gondolom, ez egy kicsit felelőtlenség volt, mert itt azért sok esetben az életükkel játszanak. Itt nagyon fontos, hogy jogszerű és szakszerű legyen, amit csinál az a határvadász, mert ez az alapja. Én nem tudom, hogy 4 hét alatt például a szolgálati törvényt milyen mélységekig tudták ők megtanulni. Milyen mélységekig tudták megtanulni a rendőrségi törvényt, illetve pont itt például a jogos lőfegyver használatnak a feltételeit. Milyen volt az a kiképzés? Hány lőszert lőhettek el a lőgyakorlatokon?
milyen volt az, akinek nem volt alap képzettsége valamilyen folytán, például önvédelemből. Mire lehet 4 hét alatt valakit megtanítani? Tehát én ezt nagyon-nagyon-nagyon nem akarom mondom megbántani őket, de óvatosan kezelném ezt a dolgot. Bízok abba, hogy párokba járnak, és egy ilyen kezdő mellett van egy rutinosabb. Akkor végezetül még arra térjünk ki, hogy és ebből nyilván azt tűnik ki, hogy a Mi Hazánk mozgalom más alapokra helyezné a határvédelmet. Melyek lennének ezek az alapok azon túl, amelyek elhangoztak? Tehát önálló határőrség? Én úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen lenne. Egy önálló határőrség, más a feladata a határőrnek, más a rendőrnek, más a felszerelés, más kéne, hogy legyen a felszerelése, más kéne, hogy legyen a kiképzése. Ezzel szerintünk, ami az ágmozgalom szerint jelentősen nőne a hatékonyság, illetve csak arra az egy feladatra kéne koncentrálni. A határőr őrizze a határt. A rendőr végezze a saját feladatait. Főleg, hogy tudjuk, hogy a rendőrségnél is milyen létszám problémák vannak, tehát óriási problémák ezek, hogy oda kell vezényelni embereket, közben az utcán meg már nincs elég rendőr. Tehát ezen nagyon kéne változtatni, és hát a Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy igenis a határnál tartsák be azokat a törvényeket, amik most Magyarországon hatályban vannak. Tehát mi csak ennyit kérünk. Illetve, hogy igenis a rendőri vezetők, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, mondják el a rendőri állománynak, illetve a határt védő állománynak, hogyha úgy érzik, és szükséges, és tényleg csak a végső esetben, akkor igenis a saját maguk és hazánk védelmébe használják a lőfegyverüket. Nyilvánvaló, és nyilván közvéleménykutatási adatok nincsenek a birtokomban, de én úgy gondolom, hogy a magyar társadalom döntő többsége támogatná az önálló határőrséget, és vélelmezem, hogy erre az igényre adott válasz volt a határvadászat felállítása, ha olyan felemás válasz is, amilyeneket a Fidesz szokott meghozni, amikor több esetben ugye a Mi Hazánk mozgalomtól vesz át javaslatokat, aztán nem egészen úgy valósítja meg, ahogyan mi azt elképzeltük. Hát én is úgy gondolom, hogy ez szintén egy olyan lépés volt, amit igen, mi tőlünk vett át a Fidesz, ugyan egy kicsit nagyon lebutítva, és sajnos ez ebben a formájában valójában azt a célt nem lehet vele elérni, amit szeretnénk, és ami elvárható lenne, ahhoz igenis újra egy önálló határőrséget kéne felállítani. Természetesen saját maga felszereléseivel, kiképzésével, mert nem győzöm hangsúlyozni, ezek mind külön szakterületek. Mint ahogy már beszélgettünk róla régebben is, más lenne, ha mi mondhatnánk meg, hogy miket állítsanak fel, milyen rendvédelmi szerveket, más lenne a rendőrség feladata, más lenne a csendőrség feladata, és más lenne a határőrség feladata. Ezek mind külön szakterületek, ugyan vannak átfedések köztük, de mindegyik külön szakterület, úgyhogy a megoldás az lenne, hogy egy újbóli határőrség újbóli felállítása, mint önálló rendvédelmi szerv, természetesen a belügyminisztérium alá tartozna, de mint önálló rendvédelmi szerv, és önállóan végezné, mint ahogy régen is, a magyar határvédelmét. Úgyhogy ez volna a megoldás hosszú távon. Ehhez viszont azért nagy szükség lenne rá, amit mindig el szoktuk mondani, mert sokszor elhangzik az a kérdés, hogy hát de honnan lesznek rá emberek? Hát ahhoz, hogy legyenek emberek, ahhoz olyan illetményeket, illetve olyan plusz juttatásokat kell biztosítani az államnak, ezeknek a rendvédelmi szervek dolgozóinak, hogy igenis álljanak sort az emberek érte, hogy fölvegyék őket rendőrnek, tűzoltónak, határőrnek. Legyen ez a végszó, és köszönöm szépen Attila neked a válaszokat, a kedves nézőknek is a figyelmet, és reméljük, hogy ez a videó hozzásegítette ahhoz a kedves nézőket, hogy tisztában lássák ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy folytatni fogjuk még ezt a videósorozatot, akár a határvédelem témájában, akár más rendvédelmet érintő témában, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Én is köszönöm.